Hosszú távra tervez a Legó Nyíregyházán, ezt bizonyítja a gyár folyamatos fejlesztése. A világon öt üzemben termel még a Legó, Magyarországon túl Dániában, Csehországban, Mexikóban és Kínában. A Legó csoport egy magántulajdonban álló családi vállalat, amelynek székhelye Dánia, még 1932-ben alapították. A vállalat elkötelezett a gyerekek fejlődése iránt. Célja a jövő építőinek inspirálása és fejlesztése kreatív játék és tanulás útján. A legó termékek az egész világon kaphatók. A Nyíregyházi LEGO gyár, mint mintegy 2700 embernek ad munkát, és évente gyerekek millióinak okoz örömet az így gyártott játékok révén. A legú utca 15 szám alatt található a világ 5 legúgyárának egyike, amely nem csak ultramodern és környezetbarát, de megjelenésében is tükrözi a legújátékok világát. A 2014-ben átadott 122 ezer négyzetméteres komplexum azóta teljes kihasználtsággal működik, folyamatosan fejlődik, újabb gyártócsarnokok, raktár és egyéb épületek épülnek, további gépsorok kerülnek installálásra. Tóth Csaba HR igazgatót köszöntöm itt a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nos, hát akkor mindjárt a másik oldalt is meghallgathatjuk itt a munkaerő helyzettel kapcsolatban a Legónak. Mennyire jelentős merítés a közfoglalkoztatás? Hát, hogy az elmúlt években azért ez a lehetőség elég limitált volt. A, én azt gondolom, a kormányzati szándék, amelyik most arra irányul, hogy fölszabadítsa a közmunka szférában még megtalálható lehetőségeket, gyakorlatilag kiengedje a verseny az embereket, azt gondolom, hogy elég jó úton halad. Az egy nyilván nagy kérdés, hogy akik ebben a szférában dolgoznak jelen pillanatban, közülük mekkora az az arány, akiket valóban föl tudunk venni, és képesek, és akarnak is dolgozni. Ilyen de még viszonylag kicsi a tapasztalatunk ebben, hisz ez, ez, egy, ez viszonylag egy friss együttműködés a kormányhivatal és a pénzügyminisztériummal. De én azt gondolom, hogy az, az a 10-15-20 százalék, abban a közfoglalkoztatási szférában, akire mi számítunk. Én azt gondolom, hogy őket, őket reális elérnünk és, és köszönteni egy árban. Azok a fejlesztések, amiket tervez a Lego, azért mindenképpen fontos munkaerő vonzata van ezeknek a fejlesztéseknek. Bátran tervez a Lego? Hát azt gondolom, mi mindig bátrak voltunk az elmúlt években, 2008-tól végig, úgyhogy az a növekedési pálya, amit leírtunk, amit több mint tíz éven keresztül azért dupla számjegyű volt a növekedésünket tekintve. Töretlen volt 2016-ig, akkor megtorpantunk, 2017-ben visszaestünk. Viszont most már újfent növekedési pályán vagyunk, az elmúlt fél éves eredményünket már egy 4%-os növekedéssel tudtuk realizálni, lássuk, hogy mit hoz a karácsony, persze ez számunkra nagyon fontos, de gyakorlatilag minden évben fejlődtünk, minden évben építettünk valamit, vagy elkezdtünk, vagy befejeztük, ez jelen pillanatban is így működik, jelen pillanatban is építünk automata magas raktárat, építünk kézi raktárat, építünk egy második energiaépületet, és természetesen van a helyünk és tervünk is arra, hogy akár ezt a gyárat megduplázzuk. Valamikor nyilván ehhez a piac kell, nyilván ehhez az kell, hogy, hogy legyen munkaerő, de ez ez a, ez a hosszú évek során mindig úgy realizálódott, hogy mindig egyre több és több embernek tudtunk munkát adni. Jelen pillanatban 2005-2600-on vagyunk még most a szezon végével. Melyik terület az, ahol a legerősebb ez a fajta hiány a betanított munkásoknál, vagy a szakmunkásoknál, vagy esetleg a magasabban kvalifikált munkaerő is hiányzik? Hát én azt gondolom, hogy mind a három kategóriára érvényes most már az a megállapítás, hogy, hogy küzdeni kell a piacon. Nem azt az életet éljük már, mint amit három, 4, 5, 6, 10 évvel ezelőtt. Ha a betanított munkáról beszélünk, ott igazán ami, ami nagy feladvány, az a nyugati szélháromlat, ugye az, hogy a Dunántúlon már nagyon lehet érezni, Közép-Magyarországon úgy szintén egyre jobban érezzük mi is ugye a, a munkanélküliségnek a hiányát gyakorlatilag. Én azt gondolom, hogy ott a legnagyobb feladványunk azon túl, hogy meg tudjuk szólítani a, még a piacon lévő embereket az, hogy, hogy ők hogyan képesek, alkalmazkodni a gyári környezethez, hogyan találjuk meg azokat, akik képesek is és akarnak is dolgozni. Szakmunkavonatkozásában, hát bizony ott is küzdelmes az élet, működünk, ez, ez egy jó hír, azt gondolom, és működni is fogunk. Főként azokban a szakmákban, ami hát főként hozzánk kapcsolódik a műanyagiparhoz, ez a műanyaggyártó, fröccsöntő, Szerszámkészítő szakmák. Hát ez klasszikusan hiányszakmának számít most már sok éve. Mi sokat teszünk azért, hogy ez azért működjön. Saját belső képzésünk van, és azon is dolgozunk kormányzati szinten, és együttműködünk az oktatási kormányzattal, hogy ez azért országosan nyerjen megoldást. Felső oktatásban én azt gondolom, hogy az általános képet érvényes ránk is. Mi is természetesen megyünk a jó mérnökökért, mi is természetesen megyünk a jó pénzügyesekért és a jó it is kollégákért. És Működünk és fogunk őket. is. Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy minden cégnek egyre nagyobb feladatot ad az, hogy, hogy megtalálja azokat a lehetőségeket, módszereket, felületeket, ahol tudják bizonyítani a kollégáiknak, hogy érdemes nálunk dolgozni. Meg annyi. A része van a gyári működésünknek, ami kifejezetten arra irányul, hogy ne csak ugye azoknak a lendő dolgozóknak mutassuk meg, hogy milyenek vagyunk, akiket szeretnénk köszönteni, hanem azoknak is, sőt, főként azoknak, akik már valamit az asztalra, és szeretnénk nekik hosszú távra kínálni. Kell vezetés vezetéstechnikai változásokat eszközölni? Másképp kell most vezetni embereket, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt? Én azt gondolom, hogy igen. Ezzel a helyzettel együtt kell tudni élni úgy vezetőknek, mint magának, magának a rendszernek, a szervezetnek, és nem utolsó sorban magunknak a, magunknak a kollégáknak is. Tehát az, hogy, hogy hogyan tudunk manapság egy olyan piacon megtartani munkaerőt, amelyikben egyre nagyobb a verseny, egyre nagyobb az esélye annak, hogy az egyik munkáltató a másiktól fogja elcsábítani a dolgozókat. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy az a jó, hogyha ebben van egy egészséges verseny, én nagyon szeretném, hogy ez nem menne el egy olyan irányba, amikor egymásra kezdünk licitálni, és bérspirált húzzunk föl, és hasonlókat. Inkább igyekezzünk, én azt gondolom, munkáltatók megmutatni azt, hogy melyikünknek mi az, amelyik, amelyik valóban a szépségét jelenti ennek a szakmának, nyilván a mellett, hogy megélhetést kell kínálnunk a dolgozóknak. És hát nemzetközi piacon dolgoznak, illetve méretnek meg. Hogyan működik a nyíregyházi magyarországi gyár a többi legúgyárhoz képest? Hát azt gondolom, hogy jól működünk. Nincs okunk semmilyen szégyenkezésre. Öt gyár van a világon, 2008 óta, ugye a régi gyárban kezdtük el még, és 2014 óta már ebben a gyönyörű, tényleg ultramodern modern gyárban dolgozhatunk. Ez volt az első zöldmezős beruházása a Legónak. Hát így aztán valóban Legó kinézete is van. Ugyanazt tudjuk mutatni kívül a gyárról, mint amit belül is tudunk mutatni a saját dolgozóknak akkor is, amikor egyáltalán munkakörnyezetről beszélünk, és én bízok abban, hogy akkor is, amikor, amikor azon gondolkodnak, hogy vajon milyen itt, milyen itt élni. Én azt gondolom, hogy a legógyárak között valóban ott vagyunk, mint ahol kell, hogy legyünk. Meg annyi szempont van, amiből nyilván tudnék építkezni, amikor leülök egy-egy gyárigazgató egy kollégámmal, hogy azon vitatkozzunk, hogy vajon melyikünk a jobb. Én azt gondolom, hogy mindenhol tudjuk biztosítani azt, hogy megfelelő és legó érzetet tudjunk a dolgozóinak kínálni, bármelyik gyárunkban járunk. Milyen jövőképet tudnak biztosítani egy-egy dolgozónak, hogyha oda belép? Hát, ha jövőképről van szó, én azt gondolom, hogy a legújabb az az egyik olyan munkáltat, az egyik olyan gyár Magyarországon, amelyik eddig is nagyon biztosat tudott mutatni, és ezután is nagyon biztosat tud mutatni. Ha csak egyszerűen belegondolunk abba, hogy az a fejlődés, amit, amit tudunk kínálni, az hosszú évek óta bizonyított, és hosszú évekre előre látunk. Az a tény, hogy, hogy öt legúgyár van összesen, ahol gyártjuk a a világnak a, a legó termékeket. Magyarországon ta, gyártjuk gyakorlatilag a 90%-át a dupló termékeknek például. Az egész kicsiknek való? Az egész kicsi mm -hmm. gyerekeknek így van, emellett természetesen legó termékeket is gyártunk, ugye a nagyobb gyerekeknek, a kisebbik, kisebb kockákat. De én azt gondolom, hogy ez, ez szintén egy, egy nagyon fontos része a gondolkodásunknak, a stratégiánknak, hogy, hogy nem aprózzuk el a termelésünket, valóban ezeket a gyárakat igyekszünk fejleszteni, mint ahogy az előbb említettem fölkészültünk arra, hogy ha a piac nagyon sokat kíván tőlünk, akkor nagyon sokat fogunk fejleszteni, és nagyon sokat fogunk építeni. Nyilván a realitások talaján kell, hogy maradjunk, de a bátorság, amire utalt az előbb, az jelzem tisztelete bennünk van. Mi pedig örömmel beszámolunk majd minden egyes bátor fejlesztésről. Tócsaba, köszönjük szépen, a rendelkezésünk rá. Köszönöm